A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ahogy ígértem önöknek, folytatjuk azt a beszélgetést, amelyben az új agrárökológiai program a témánk, a közös agrárpolitika egyik pillére, vendégem pedig Stahura Erzsébet vezető mezőgazdasági szakértő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa. Tisztelettel köszöntöm ismét. No, hát azért, kedves nézőink, ha már itt vagyunk, akkor hadd mondjam el, hogy a KAP első és második pillére, ugye az 2400, illetve 3891 milliárd forint, érdemes ezzel foglalkozni, és hogy ezt miként lehet felhasználni, miként kell felhasználnunk mindannyiunk érdekében, ennél fontosabb dolog jelen esetben nincsen. Tehát akkor újra itt vagyunk a zöld támogatási rendszer különböző dolgainál, és egy kicsit a talajvédelem szabályzatairól kéne beszélnünk a támogatások tükrében. Így mert van. Hogy ennél fontosabb, tényleg ez nagyon-nagyon fontos kérdés, és méltatlanul keveset beszéltünk róla jó ideig. Így van, igen, így a talajról próbáljuk a kicsit a minden, tehát minden ember számára érthetővé tenni, amit így megfogalmaztak, hogy ez a kis varázsszőnyegnek kell ellátni az emberiséget, élelemmel, tiszta ivóvízzel, ez a kis varázsszőnyeg ugye a mikróbákból áll, szerves anyagból áll, és a többi, és védenünk kell, óvnunk kell. És igen, van egy ilyen a talajvédelem 10 parancsolatának hívta dr. Stefanovics Pál, amelyben leírt, hogy mik azok a legfontosabb jellemzők, de ugye ezt már nagyon régen, még a múlt században megfogalmazottak, de ez a jövő század számára is legalább annyira fontos. Ugye mindet fel nem soroljuk, ez a 10 parancsolat, vagy 10 szabálya, hogy kinek hogy tetszik, ugye felhívja a figyelmet arra, hogy ne engedd, hogy a szél vagy a víz elrabolja azt a földet, amit a gondjaidra bíztak. Csak tiszta vízzel öntözd, ugye, hogy ne okozzunk kárt benne. Akkor a élővilág, a szerkezetessége, az mindenképpen a gondjaidra bíztak. Ne szennyezd, ne terheld a földet. Illetve hát a legutolsó parancsolata ezen kívül, ugye, hogy meg kell védenünk a mennyiségét is, ahogy ne feledjük, hogy a talajon nem csak állunk, hanem élünk. És ezeknek a tükrében, tehát, hogy ott maradjon az a talaj, élet legyen benne, csak olyan anyaggal tápláljuk, ami lebomlik benne, ami a mikrobák számára megfelelő, életet is tud adni, természetesen ugye a műtrágyákra is szükség van, azt nem mondjuk, hogy nem, de mindenképpen a talaj élet az, ami a szerkezetet, ahogy mondtuk, kialakítja, és azt a kijuttatott műtrágyát, bármit, azt ott ő meg tudja őrizni, és akkor adja oda a növénynek, amikor szüksége van rá. Mert ha a szerkezetét nem óvjuk, akkor az a kiadott tápanyag is elmegy a széllel akár, vagy elmegy a vizekkel, a lefolyó vizekkel, vízfolyásokba is ott okozva eutrofizációt. Tehát a legfontosabb erőforrásunk és puffer közegünk a talaj, és erre kell most már tényleg a legnagyobb figyelmet fordítanunk. Illetve a környezeti hatások nem különben fontosak. Tehát itt van előttem egy hosszú lista konkrét adatok a magyar mezőgazdaság környezeti hatásairól. Ebből szemezgessünk annál is inkább, mert hogy vannak pozitív, illetve nem a negatív hozadékai annak a kutatásnak, amelyek itt létrehozták ezt. Tehát például pozitívum, hogy ha már a zöldítésről beszélünk, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan nőttek az erdőterületek. Ez mennyit jelent nekünk egyébként? Ez 100 000 hektárt írnak, ez most sok vagy kevés, ezt én igazából nem tudom megítélni. Hát megítélni én sem tudom, de minél több, annál jobb. Ugye a környezeti hatások az nagyon fontosak. Most visszahozzuk, ugye erdősítsünk, legyenek fasorok, legyenek mezővédő erdősávok, sövények. Ezeknek mik is az okai? Ugye ahhoz, hogy
ezt a forróságot el tudja viselni bárki, a növények és az állatok, ezért zöld felületekre is szükség van. Megtörjük az állandóan sűvítő szél erejét, megkössük a széndioxidot, ugye erre a legjobb a zöld felület, és ezzel tudjuk hűteni is a tájat. Ha vizet ott tartjuk, ha zöld növényzetet alakítunk ki, tudjuk, mennyivel kellemesebb az a klíma, hűtjük a levegőt, nem az a pusztaság, csak beton, vagy csak a sima fekete talaj, és mi ahhoz, hogy eső is legyen, de ez most lehet, hogy nem ennyire tartozik, de tényleg az Alföldön is mindenképpen hűtenünk kell, és ezért van az, hogy a víz visszatartás. Az egyre nagyobb fásításoknak ott létre kell jönnie, mert csak azáltal tudjuk a megfelelő hőmérsékletet kialakítani a csapadék számára is. Tehát ez mindenki számára fontos, hogy egyre több zöld felület legyen városokban, de a városokon kívül is, az agráriumban is. Az elmúlt időszakban gyakori vád érte, hogy egyre több olyan anyagot használ fel a mezőgazdaság, gondolok itt a műtrágyákra, amelyre igazából nincs szükség. Tehát jött problémaként ez az uniós felületeken is, azt olvashattuk, hogy próbálnak, a holland gazdák például erőteljesen tiltakoznak, mint tudjuk. Ez nem is lehet véletlen, hiszen a műtrágya felhasználásban ők járnak az élen, Belgium, Hollandia és Németország, ha úgy tetszik. Nálunk ez hogy van? Mennyire számít a műtrágya felhasználás, tehát ebben a programkörben, mint a zöldítés, ami ennek ugye célja? Hát igen, ezen megy a vita sokak között, de nyilván a műtrágyára szükség van. Tehát ahhoz, hogy megfelelő mennyiségben állítsuk elő az emberiség számára azt a élelmiszer mennyiséget, amire szükségünk van, az, én nem mondom, vannak ellenkezők, azért a műtrágyázás indokolt. Van a másik oldal, aki valóban már azt mondja, hogy az méreganyag, nyilván nem méreganyag, ilyenről nem beszélhetünk, viszont kialakítottak már egy olyan gazdálkodási formát itt Magyarországon is, aki már a minimum inputtal gazdálkodik. Tehát a talaját olyan szinten fel tudta hozni az elmúlt pár évben, hogy gyakorlatilag a gyökerek, a növények által termelődött, és a talajban levő anyagok által is, ő úgy mondja, hogy nem használ input anyagokat, műtrágyát sem, csak esetleg minimális mennyiségben. Nyilván itt nem lehet maximumokra, termés maximumokra törekedni, amire szükség lehet akár a világban is, hogy elérjük a 10-15 tonnákat, most mondok azt buzából vagy kukoricából. Itt ők a jövedelem maximalizálásra törekednek, kvázi, hogy nem az, hogy a bevételem, hanem a jövedelmem, és ehhez nem használok annyi input anyagot. Tehát két tábor van, de az nem igaz, hogy ezek mérgező anyagok, ezek a műtrágyák. Ezek a növény táplálását segítik, de ehhez is mi kell, hogy az a kiadott tápanyagból ne kelljen nagyon sokat adnunk, ehhez megint csak visszamegyek a talajhoz. Tehát, hogyha az a talajban tudja tárolni, akkor kevesebb is elég. És ha elég nedvesség van a talajban, hogy ezt a kevesebbet el tudja szállítani a gyökerekhez, akkor már jók vagyunk. De ha ezeket ugye nem tudja a talaj ezt a funkciót biztosítani, akkor sajnos egyre több ilyen input anyagot, műtrágyát és a többit, vagy a legyengült növényekre növényvédőszert használni. Ha a növény egészséges, olyan a talaja, meg úgy olyan a környezete, akkor ezekből kevesebb is elég. Tehát itt ismét akkor feljön az, hogy a vízgazdálkodásnál nincs fontosabb. Egyébként nagyon hónapokkal ezelőtt volt nyilván, amikor Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy elindul a vízgazdálkodás megváltoztatása, mármint abban, hogy az eddig elszántott kis csatornákat is próbálják visszaszerezni, illetve ugye azt tudjuk, hogy hazánk az Európában az első számú, ahol több víz megy ki, mint ami bejön, és ezt is próbáljuk felhasználni. Ez rendkívül fontos. Viszont a vízgazdálkodás mellett azért a kapcsolódási pont ehhez mindenképpen a növényvédőszerek használata. Mi viszonylag jól állunk, hiszen ahogy nézzük, hogy Hollandiában 5,9 kg, nálunk 1,8, ez így rendben van. Ugyanakkor nyilván a zöldítési programnak ez is része valamilyen szinten, hogy ezt optimalizáljuk. Persze, így van. Részben úgy optimalizáljuk, hogy lehetőleg olyan szereket használjunk, ami a növény vagy beporzókra nem veszélyes. Ez a minőségi védelme. A mennyiségi védelem is, tehát hogy minél kevesebbet használjunk, az is célja lehet
de közvetetten. Tehát ki nem mondja azt, ez az agroökológiai program sem, hogy ne használj növényvédőszert, hiszen ha kell, akkor használod erre, a kollégáim mondanák azt, hogyha nekem fáj a fogam, vagy bármi, akkor én is elmegyek az orvoshoz. Na ugyanígy a növénynek is. Viszont olyan szinten közvetve kihathat rá, és ismét visszamegyek a talajhoz, és a vízhez. Tehát, hogyha a talajom jó kondiba van, a legjobb puffer közeg, benne van, adom a szerves anyagot, a talaj életet, gyökere van, nagy gyökere van, a talaj a legjobb víztározó, azon kívül, hogy a csatornákban is tároljuk. De a talaj egy éves mennyiségű csapadékot képes lenne eltárolni. Na mindegy, és akkor itt egy egészséges növényem tud kifejlődni, nem egy satna, egy gyenge, aki éhezik, aki szomjazik. Kevésbé lesz fogékony, mint nálunk embereknél is, hogy ugye az immunrendszere erősebb, kevésbé lesz fogékony. A növényvédő, akár a betegségekre ezért kevesebb növényvédőszer kell. Ami benne van így direktben, az az ültetvényes programnál van, például ugye a biológiai ágenseket, hogyha használ valaki, akkor az 2 pontot érhet az ültetvényben. Itt is arra ösztökéli, hogy lehetőleg ne a növényvédőszerekkel védekezzen az ültetvényében, hanem a természetes ellenségeket próbálják behozni, ezzel is csökkentve a direktben a növényvédőszer mennyiségeket. Fontos kérdés az állatsűrűségi indikátor, tehát a 100 hektár mezőgazdasági területre vetített állatállomány. Ez mennyiben határozza meg ezt a programot? Hiszen itt is mi a középmezőnyben vagyunk, de és ez azt hiszem, hogy azért megfelelően fontos. Hogy megfelelő állatállománnyal rendelkezünk? Igen. Hát az állatállomány ugye arra ösztökéli az embereket, hogy egyre több, tehát az állatot is hozzuk vissza a rendszerbe, ne akarjunk felszámolni mindenáron mindent. Ugye a uniós támogatások zömében a legeltethető állatállományra fókuszálnak, lófélék, szarvasmarhafélék, juhfélék, és a többi. Tehát ezek, igen, a gyepeknél például ott is ösztökélve vagyon, hogyha van gyeped, és van legalább 0,2 állategység állatállományod, akkor 2 pontért ugyancsak választhatom a pásztoroló, vagy a legeltethető a legeltetést, ahhoz kell saját állatállománynak lenni. Ugyanez van az AKG-ban is, hogy saját állatállományra rendelkezzél, és akkor tudsz az AKG-ban is magasabb, az agrárkörnyezet gazdálkodásban is magasabb kifizetéseket elérni. Tehát így a támogatások által ösztökélve vagyon, hogy tartsuk meg azt az állatállományt, amíg még megvan, mert sajnos azért nem mondhatjuk, hogy nagy hatalmas állatállománnyal rendelkezünk, holott a talajnak és mindennek szüksége lenne a szerves trágyára. Hogy állunk az ökológiai gazdálkodásba bevont területek arányával? Hát azt növelnünk kell, ugye el kellene, hát nem is tudom, 3-szorosára azt hiszem. Igen, de miért fontos ez? Azért ezt mondjuk el a nézőknek, hiszen az rendben van, hogy a természet fontossága mindenek felett. De a gazdálkodás szempontjából miért fontos? Hát, hogy a gazdálkodás szempontjából miért fontos? Hát erre így most, lehet, hogy a kérdést nem nagyon értem, terenyében nem tudok. Tehát van az a szint, ugye van egy igény, egyre nagyobb az igény az egészséges élelmiszerre. Ugye mindig az igényt elégítjük ki a termeléssel is, illetve hát nyilván a boltok által is, és azt vásárolják meg, amire igény van. Egyre fokozódik a tudatos fogyasztóknak a száma is. Azért azt tudjuk, hogy az ökológiai termékek, azok nem feltétlenül érhetők el mindenki számára olyan áron. Kell mindezt értékesíteni, de nyilván ennek az oka az, hogy a gazdálkodónak is oda kell figyelni, nem egy egyszerű módszerekkel tudja ezeket előállítani, nagyobb gondosságot, kézi munkaigényt is alkalmaznia kell, és mind a mellett természetesen mindenki másnak is jó, ahogyan is mondta, a természetnek, a rovaroknak, az élőlényeknek, és természetesen a fogyasztóknak is. Ilyen értelemben, ha megnézzük a magyar gazdatársadalmat, mennyire számít az, hogy most jön egy új nemzedék, illetve hát erre megtörténnek nyilván a szándék, az mindenképpen megvan, a fiatalítás, hiszen 240 ezer magyar gazdáról van szó, és nagyon kevés a fiatal. Ez az új ökoprogram, ez bevonza a fiatal korosztályt, vagy ehhez nagyon sok minden kell nyilvánvaló, de ők azok, akik ezt megértik, és minden bizonnyal hasznosítják is.
Így van, nyilván a fiatalok nyitottabbak mindig az újra, ugye idősebb generáció, nagyon sokan vannak, kevésbé tud hirtelen váltani, de ezt mi is tudjuk, amikor az írógépről a számítógépre kellett átváltani, azért nem mindenkinek ment ez ilyen gyorsan. Igen, cél a generációváltás. De a gazdálkodók is igénylik ezt, hiszen sokat beszélgetünk velük, és az idősebb generációs már csak azért csinálja egyrészt, mert ott van, tennie kell, másrészt meg ugye miből élne meg, de azért most ugye elindul a gazdaság átadási támogatás is, a fiatal gazda támogatás. Nyilvánvalóan sok fiatal be fog jönni, átveszi a stafétabotot, és átveszi az új irányt, mivel ők tényleg érzik a változás szükségességét, és nyilván akarják is ezt megtenni. Én úgy gondolom, hogy igen, szépen lassan elindul a generációváltás, érzik majd az idősebbek is, hogy jobb, hogyha ezt a változó világot már a fiatalabb unoka vagy gyerek viszi tovább. A kap nagyon fontos, hiszen erről beszélgetünk, és pontosan ezért hívtam, invitáltam meg önt is, de miként látja, milyen kilátásai lehetnek az agrárszektornak az idén kappal együtt és mindenestől? Hiszen ez nem csak az agrár, hanem az élelmiszeri ágazatot is sújtotta nyilvánvaló az asszály, a történelmi asszály és a többi. Hát igen, most mindenki nagyon-nagyon várakozó állásponton van, és nagyon bízik mindenki abban, hogy nem következik be az, ami ugye az elmúlt évben bekövetkezett, ez a rendkívüli asszály. Bízunk abba, hogy ez nem így lesz, viszont azt tudnunk kell, hogy ahogy itt az elején is elkezdtük, ez ebben az irányban hat, hogy egyre melegebbek vagyunk, mármint az éghajlat egyre melegebb, egyre kiszámíthatatlanabb a csapadékviszonyok, attól függetlenül, hogy a országos átlagban a csapadékviszony, a csapadék átlag nem változott, de hektikus, és nem feltétlenül ott esik, ahol nem. Azt látom, hogy a gazdálkodók azért nem adták még fel az egy év után, mennek tovább, begyűjtötték a vetőmagjaikat, begyűjtötték a szükségesnek vélt inputanyagokat, amennyire lehetett. De mi is próbáljuk mondani, hogy oké, rendben van, de változtass egy kicsit ezen, hogy a csapadékot megőrizd, ez amit ősszel leesett. Már az Alföldön látjuk, hogy már van, ahol most öntöznek, pedig eddig esett az eső, és már kiszáradt a lelke a talajnak, mert jönnek a bőtiszelek, meg nem a bőtiszelek. Nem biztos, hogy bele tud menni a talajvíz. Tehát itt megint csak ott arra akarok rá menni, hogy a gazdálkodók nem adják fel, csinálják, csinálniuk is kell, hiszen az élelmiszerre, mindenre, takarmányra szükség van, viszont ahhoz, hogy ez meghozza a maga gyümölcsét, át kell gondolniuk azt, hogy miként használják a talajt és az ő számukra érkező vizeket, hogy őrzik meg. Erre létezik ugye a stratégiai terv, erről még nem ejtettünk szót, de ez rendkívül fontos. Ezt önök szakemberek miként ítélik meg? Tehát a jelen gazdasági körülmények között, hogy az agrárpályázatok, támogatások kiírása az rendben zajlik-e? Igen, tehát elkészült a stratégiai terv. Ténylegesen a pályázati kiírásokra, ugye most mindenki erre fókuszált, hogy ezek a közvetlen támogatások, kvázi a területalapú támogatások, fiatal gazda termeléshez kötött elinduljon, de az év második felétől elindulnak majd a beruházással kapcsolatos támogatások is, itt legyen a nem termelő vagy bármi, hiszen ezek szükségesek ahhoz, hogy amiről itt beszélünk, alkalmazkodni tudjanak a gazdálkodók, hiszen a meglévő vasak idézőjelben termelő eszközök, hogy még a régi berögzött szokásokhoz alkalmazkodtak, ahhoz, hogy ő fel tudja venni az új környezet barátabb, akár agrotechnológiákat is, ahhoz nekik nyilván ilyen környezetkímélőbb beruházásokra szükségük van. Tehát az egységes kérelmek, ugye 5 jogcímen lehet benyújtani, az már most tavasszal elindul. Így van. Ez egy rendkívül fontos, hiszen az 539 milliárd forint. Ezekről érdeklődnek a gazdák egyébként? Ezek olyanok, amelyek valamennyi gazda számára elérhetőek, vagy nagyon szigorú feltételrendszer szabja meg, hogy ki pályázhat? Ez a mostani egységes kérelemre gondolunk. Azok a feltételek, amiket itt a múltkori adásban említettünk, ez a feltételesség, gyakorlatilag ezek azok a szempontok, amit teljesítenie kell az agroökológiai program. A fiatal gazdánál vannak most olyan elvárások, hogy végzettségének is kell lennie, most már nem elég csak az, hogy még nem vagyok 41 éves, és nem kezdtem meg
5 éve a gyakorlatomat, tehát itt most nekik, ha tényleg egy kicsit magasabb összegére akarnak bejönni, ezért a plusz 130-150 euróért hektáronként, akkor itt igen, tenniük kell, végzettségüknek kell lenni, gyakorlatuknak kell lenni. A termeléshez kötött támogatásnál megvan, hogy minimum mennyi vetőmagot, minimum mennyi tőszámot kell biztosítania, számlákkal kell majd igazolni az ellenőrzések kapcsán, hogy akár az agroökológiai programban, hogy felhasználja ezeket a szereket, valóban kijuttatta azt a vetőmagmennyiséget. De ezek úgy nagyjából már a gazdálkodók meg szokták, kivéve mondom itt a fiatal gazda, meg az agroökológiai programnál, hogy ezeket össze kell gyűjteniük, nem kell becsatolniuk az egységes kérelembe, hanem Isten bizony, ha bejelöli a kérelmembe, hogy én ezt szeretném, meg azt is akarom, meg az állatomra is kérek termeléshez kötött támogatást, akkor Isten bizony, meg lesznek ehhez a dokumentációk, amivel igazolni tudom, hogy azokat a feltételeket, tőszám, apa állat használata, végzettség, bánom is én mi, azok megvannak, és én jogosan kértem ezt. Ugye, mert ha kijelölik ellenőrzésre, és nem fogja tudni majd felmutatni ezeket a dokumentumokat, akkor jön a fekete leves és a szankció, amit nyilván senki nem akar, és nem úgy adja be a kérelmét. Tehát én azt gondolom, hogy ez a társfinanszírozási rendszer, ez a kettő, a KAP és a nemzeti társfinanszírozás, ez egy rendkívül jó egyensúlyt nyújt mindenképpen, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, ha a gazdák megfelelően felkészülnek, akkor nyilván az önök segítségével eredményes lesz ez az egész történet, hiszen ez meghatározza nem csak a következő esztendőt, hanem az azt követő időszakot is, arról nem is beszélve, hogy nyilván akkor egyre többen választják továbbra is a mezőgazdasági termelői feladatokat. Általában beszélnek arról, hogy ez a KAP programból hiányzik valami, vagy ez egy egységes egésznek minősíthető? Most még nem beszélnek erről, szerintem most még mindenkit sokkol az az új rendszer, ami hát idézőben lefoglalja a gondolatvilágukat, hogy most ezt megugorjuk, ugye májusban, és tényleg, hogy mindenki, tehát zökkenőmentesen menjen, ez mindenki tudja, hogy ez most egy hosszabb folyamat lesz, mindenkinek, szaktanácsadónak, falugazdának, gazdálkodónak, hogy ezt meg tudjuk ugrani, hogy időben elkészüljünk, hogy ne csúszunk a beadásokkal, mert ha a beadásokkal csúszunk, akkor ugye az ellenőrzések és a kifizetések is csúszhatnak, és akkor ősszel az lesz a baj, hogy na, miért nincs előleg. A lényeg, hogy most még, ugye várják nyilván a beruházásos dolgokat, azt nagyon várják, de azt most tudjuk, hogy először ezt kell megugranunk, és utána mehetünk tovább. Úgyhogy nyilván keresik a gépeket, a gazdaság átadás támogatásokat, már az AKG-t is, bár az AKG az még ugye nem indul, az majd most ez a 3 éves ciklus fut. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy mindent várnak, amivel előrébb tudnak egy kicsit menni, csak egyelőre ezt a közvetlen kifizetéseket kell szépen jól leigényelnünk. Tehát hajrá! Hajrá! Hajrá, akkor önnek is jó munkát kívánok, önnek, munkatársainak, mindannyiuknak, lesz dolguk bőven, nincs kétségem felőle. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm én is, hogy itt láttam. Kedves nézőink, Stahura Erzsébettel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértőjével beszélgettünk az elmúlt időszakban az új kaprendszerről. Azt gondolom, hogy itt a Mezőföld szívében ez kiemelten fontos, ezért is invitáltuk meg őt. Nos, én köszönöm figyelmüket, természetesen majd az Agrárinfóban még lesznek hasonló beszélgetések, addig is maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.